Sok szeretettel köszöntöm a nézőket. Egy érdekes kérdést kaptam, ami csupán egy szó. Gyerekkeresztség. Mit mondhatunk róla? Menjünk sorba. Mi a keresztség? A keresztség egy szimbólum, egy cselekmény, ami valamit jelez. De nem a keresztség vize tesz mássá, senkit sem, nem a keresztség vize a szentelt víz, hanem valami bennem történik, amit a keresztséggel kifejezésre juttatok. Nem a keresztség vize változtat meg, hanem a megváltozásomat jelzi a keresztség. Maga a cselekmény tehát nem változtat meg. Ezért van az, hogy amikor valaki megkeresztelkedik, akkor azt mondjuk, hogy szeretett testvérem, ugye már ez is egy nagyon érdekes dolog, mert egy vadidegen ember nekem testvérem lesz Jézus Krisztus által, amikor megkeresztelkedik. Ezért mondom, hogy szeretett testvérem. És utána azt mondom, hogy a hited vallomására keresztellek meg téged. Én csak végrehajtom a keresztséget, én nem keresztelek. Végső soron ő keresztelkedik meg. Ez azt jelenti, hogy az ő hitének a vallomása az ő ügye. Ezért erőszakkal nem lehet megkeresztelni senkit. Ha bezavarok valakit géppisztolyjal a keresztvízbe, és azt mondom, hogy átlőlek akkor, hogyha nem keresztelkedsz meg, az a keresztség nem ért semmit. Legfeljebb annyit jelent, hogy vizes lesz az illető, más nem. A keresztségnek egy belső tartalma a lényeg, az én hitem vallomása. És ez a hitvallomás nem más a Biblia szerint, mint az, hogy meghalok az óembernek, és feltámadok valami újba. Ezt úgy lehetne egyszerűbben mondani, ezt a bibliai dolgot mai szóval, hogy egy értékrendváltás. Más lesz értékes nekem, mint ami korábban volt. És ez a más értékrend, a Jézus szerinti értékrend, szövetségkötés Jézus Krisztussal. Na most, ha ezt végig gondoljuk így, akkor megkérdezhetjük, egy újszülött csecsemő tud-e hitet vallani? Természetesen nem. Az újszülött gyermeknek a szülei, lehet, hogy hívők, sőt, az újszülött gyermeknek a hívő szülei, azt is szeretnék, hogy az újszülött gyerekből, hogyha felnő, hívő ember legyen. Ezért kérik is az Isten segítségét, ezért gyülekezeteinkben nagyon hasznos szokás az, hogy az újszülöttet el szoktuk hozni a gyülekezetbe, és a gyülekezet közösen imádkozik a szülőkért, a gyerekért, azért, hogy az életébe jusson el a hitre. Mert hitre nevelni nem lehet, de csak hittel lehet nevelni. Ez egy szójáték, de azért gondoljuk végig. A hitet nem lehet kényszeríteni senkire sem. A hit az egy belső kincsünk. És ezt a belső kincset vallom meg a keresztséggel. Ezért, ha csecsemőt megkeresztelek, akkor nem történik semmi, legfeljebb vizes lesz egy kicsit a csecsemő. Lehet, hogy sír, lehet, hogy örül, hogyha szeret fürödni, ez ennyi az egész, de nem történik benne belső változás. Tehát egy szimbólumot használok, ami nem jelent semmit. Ha én külföldön vagyok, és mondjuk látok valakinek a gomblokával egy kokárdát, egy piros-fehér-zöld szalagból font kokárdát, akkor én tudom azt, hogy ez az illető magyar. De hogyha valaki nem magyar, feltesz egy kokárdát, mert tetszett neki, és látott valakin egy magyarul ilyent is feltesz, az még nem tesz magyarrá senkit sem, hogy a kokárdát felteszi. Tehát a jelképet, ha tartalom nélkül használok, akkor az a tartalom nélküli jelkép nem jelent semmit. Ezért van az, hogy megkeresztelni csak azt lehet, hogyha valaki érti azt, hogy miről van szó, mi a keresztség, akkor lehet megkeresztelni, hogyha ő kész arra dönteni, döntőképes személy, kész arra dönteni, hogy Jézussal járjon és szövetséget kössön vele, és akkor lehet megkeresztelni valakit, hogyha vállalja ezt a közösséget a többi emberrel is, tehát velem is, aki a keresztséget végzem. Ezért mondom, hogy szeretett testvérem, mert abban a pillanatban lesz testvérem, amikor vállalja ezt a közösséget. És lényegében a keresztség ugye az, hogy meghalok az embernek, és feltámadok az újban. A csecsemőnél még nincsen kialakult ember, nem tud mi meghalni, és nem tud mi feltámadni. Ezért a gyerekkeresztséget mi elhamarkodott valaminek tartjuk. Nagyon érdekes, hogy a történelmi egyházak teológiája, ez úgy a katolikus, mint a protestáns teológiában megvan, a keresztség még nem tesz senkit se egyháztaggá. Egyháztaggá csak a konfirmáció tesz. A konfirmáció az hitvallomás. Meg kell tanulni a hit alapelveit, és azt meg kell fogadni. Na most, a történelmi egyházaknál, ahol gyermekkeresztség van, és a szabad egyházaknál, ahol általában felnőtt keresztség van, a különbség csak az, mind a két helyen megvan a konfirmáció, csak mi a Biblia alapján azt mondjuk, hogy először megtanítjuk az embereket, és utána ezt a belső döntést, ami a tanítás révén kialakult egy emberbe, megpecsételjük a keresztségben. Tehát nem úgy van, hogy először megkeresztelem, és utána majd esetleg megkonfirmálom, mert a konfirmációból is így, hát nagyon, nagyon sok alkalommal csak semmi se lesz, csak egy társadalmi esemény lesz. Már történelmi egyházi barátaimtól hallottam azt, hogy lehet egy templomot kiüríteni, vagy hogy lehet a templomból elűzni például a varjakat, akik beköltöztek a toronyba, a vicc szerint úgy, hogy a varjakat megkonfirmálom, és soha többet nem jönnek a templomba. Ez is nagyon sokszor előfordul. Sajnos a keresztségnél is előfordul ez, ezt az őszinteség miatt el kellene mondani. Tehát jegyezzük meg jól. A keresztség egy olyan szimbólum, ami valamit kifejez. És ha valami hiányzik, akkor a keresztség érvénytelen. A keresztség nem jelent semmit, mert a tartalom nélküli jelkép az semmit nem ér. Az nem hordozza a tartalmat, már pedig a jelképnek az a feladata, a tartalmat hordozza. Meghalni az óembernek, és feltámadni az újban. Én azt kívánom mindenkinek, hogy ezt a feltámadt új embert őrizzük, mert ez az Krisztussal való szövetség jele. Köszönöm, hogy meghallgattak.